Hello, hello, sziasztok, Baromáról szók, és ebben a videóban arról fogok beszélni nektek, hogy 19-e van gyakorlatilag, ugye 0 óra 02 perc, és 18-a mentem Hassi és Kismedencei CT-re, ami egészen jól sikerült, a kontrasztanyag azt, amit meg kellett inni, az eléggé rossz volt, de szerencsére nem kellett olyan sokat. Ami azt illeti, még ugye ott volt az is, hogy intravénásan is kaptam kontrasztanyagot, az eléggé rossz volt, de erről majd később számolok be nektek. Viszont ugye 19-e van, ma 10 órakor fog befeküdni, és meglátjuk elvileg a tervezet szerint 22-én, azaz hétfőn, 3 nap múlva fognak műteni. Hát, meglátjuk gyerekek, hogy mi a helyzet, ez ilyen stóma visszahelyezős cucc lesz. Készülök nektek egy meglepetésre, nagyon remélem, hogy meg tudom csinálni, hogy leszek annyira jó, hogy véghez tudjam vinni. Igyekszem jelentkezni posztokba, és a meglepetés is ezzel kapcsolatos, úgyhogy nagyon remélem, hogy véghez tudom vinni, és akkor kaptok egy ilyen kis clue-t, hogy mégis mi a helyzet velem. Drukkoljatok, én nagyon izgulok, ugye. Nem is a műtét miatt, inkább amiatt, hogy műtét után milyen lesz az állapotom, visszatér a gyulladás, mert ugye krónos vagyok, gondolom sokan tudjátok már, és hát ez egy ilyen elköszönős videó akar lenni, feltöltöttem 4 darab videót nektek, amit tudtok, akkor nézni, már nem vagyok itt, és ugye 22-én műtenek, az a hét valószínűleg skip, és majd csak 29-én, 30-án esedékes a hazajövetelem, legalábbis nagy valószínűséggel erről lesz szó. Lehet, hogy később fogok tudni csak hazajönni, sajnos. Meglátjuk, hogy hogy alakul. Reményeim szerint már haza tudok jönni 29-én, ha esetlegesen nem, akkor ez van, de mindenről tájékoztatást próbálok nektek adni, hogy tudjátok mi a helyzet, és nehogy az legyen, hogy itt eltűnök meg ilyesmi. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki támogatott eddig engem, és nagyon remélem, hogy jól fogok kikerülni ebből az egész műtéti szituból, és nem lesz az, hogy semmilyen szövődmény nem lesz, nem tér vissza a gyulladás, remélhetőleg minden rendben fog történni, és akkor ugyanilyen jó állapotban fogok tudni lenni, csak ugye stóma nélkül. Ugye láthatjátok, mögöttem már kupi van, tehát már rendezkedtem, ugye fogok indulni, és hát ennek egy ilyen készülődési metóduson esek át ilyenkor, ami azt jelenti, hogy megfogom, összepakolom a párnákat, mert viszek egy darab párnát, törülköző, köntös, tehát ilyen alap dolgokat ugye összepakoltam, és ott van a tattyó arra felé, ott. Úgyhogy nagyon remélem, hogy mindenki ez alatt a egy-másfél-két hét alatt, reméljük, egy hét lesz, ez alatt mindenki rendben lesz, és semmi gond nem lesz, és én is remélem, hogy fel tudok készülni, és itt leszek nektek újra, és tudok streamelgetni, mindent csinálni, amit kell, és amit szeretek, úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm azt, hogy vagytok, és hogy sok erőt adtok ezzel az egészen, sok jó kívánság, meg minden. Most az helyzet, hogy rám fér ez a történet, mert eléggé pánikolok, ugye elég sokat műtöttek, és most már úgy már túl sok, és az ember most már úgy megelégeli. És ma is egész nap járkáltam, gyakorlatilag semennyit nem voltam itthon, alig ettem, alig ittam, úgyhogy nagyon-nagyon túlhajtottam magamat, de most már minden el van rendezve, készen állok arra, hogy tényleg elinduljak az úton, remélhetőleg nem fogok sietleni, botlani, hanem szépen egyenesen végigmegyek, és vége lesz a történetnek. Ha igen, és még a stóma is eltűnik, akkor tényleg nagyon jó állapotban leszek, és akkor újra nagyon jól leszek, hogyha nem, akkor arról úgyis tájékoztatást fogtok kapni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy minden rendben lesz, és hát még egyszer köszi szépen, hogy vagytok, és megpróbáljuk majd elérni az 1000 feliratkozót, de ez most a legkisebb bajom, az 1000 feliratkozó igazából. Legyetek jók, és sok sikert addig is, és remélem nem lesz semmi gond veletek. Igyekszem. Úgyhogy hello, 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 csácsá.